Felpesdült az élet az amúgy is mozgalmas vásárhelyi edzőteremben az elmúlt hétvégén, hiszen nyílt napot tartott a Krikó Gym. Nem csupán a testépítés és az alakformálás szerelmesei látogattak el a bemutatókkal, termékkóstolással és sztárvendégekkel tűzdelt eseményre, hanem olyanok is, akik számára eddig homályos folt volt ez a sportág. Én nem csak egy termet üzemeltetni szeretnék, hanem ezt a sportot, tehát magát, ezt az egész dolgot szeretném megismertetni az emberekkel. Tehát ne csak úgy lássák, hogy egy bizonyos látószögből, vagy látószögön keresztül, hanem lássák ennek a sportnak a másik arcát is. Tehát lássák azt, hogy ez miről is szól. Kicsit közelebb vinni az emberekhez, és szerintem ez a legjobb út. A sztárvendégek és a profi testépítők mellett a Krikó Gym újoncai is debütáltak a terem rögtönzött színpadán. Az ifjú tehetségek és az érdeklődő vendégek a sok izmot próbáló bemutató mellett tanácsokat is kaptak a sztárvendégektől. Szó esett a táplálkozásról, étrendkiegészítőkről, edzésformákról. Sőt, ösztönzésképp Debreceni Gábor többszörös bajnok testépítő is mesélt eredményeiről és jövőbeli terveiről. Gyakorlatilag 2003 óta indulok versenyeken, több eredményt elértem, Superbody Grand Prix abszolút bajnok vagyok, több magyar versenyen magyar bajnoki címet szereztem. A Kokovai Team tagjaként most inkább nemzetközi vizekre próbálunk evezni. A nap második sztárvendége, Rajnai Réka fitness modell is megmutatta tökéletes vonalait, amivel sikerült a férfi vendégek figyelmét 110%-osan lekötnie. A nyílt napon egy hamarosan induló versenyt harangozott be a Krikó Gym, de a szervező még csak részleteket árult el. Azt gondoltam ki, hogy ne csak a szép hölgyekről és a szép férfiakról, fiúkról, lányokról szóljon ez az egész dolog. Változzát a Krikóval szlogenű verseny. Ez arról szól, hogy ki tud a legtöbbet fogyni, testsúly arányosan. A nap végére mindenki megismerhette a testépítés és az alakformálás ízét, zamatát.